Jó estét mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttetek. Az első kérdés, hogy miért vagyunk itt ilyen szép számmal. Már mindenki legalább egy interjún részt vett a mostani visszavonulás során. Rengeteg kérdést hoztatok be, de a tízezer kérdés valójában egy kérdés. Mik vagyunk mi emberek? Kiknek képzeljük magunkat? Mi ez a világ, és minek képzeljük a világot? A valós és a képzelt közötti különbség a szenvedésünk. Hogyha az illúziókról le tudunk mondani, akkor visszaérkezünk a valósághoz. Hogyha visszaérkezünk igazi önvalónkhoz, akkor megismerjük a világ természetét. Ha ez megtörténik, akkor sikeresen tudjuk felszámolni azt a szenvedést, amely szükségtelen, amelyet mi teremtünk, a saját téves nézeteink, vágyaink, kapzsiságunk, dühünk és egyéb szélsőséges érzelmeink és gondolataink által. Több ezer éve vagyunk itt, mint emberi faj ezen a bolygón. És úgy tűnik, hogy körbe-körbe járunk. Járjuk a béke és háború köreit, járjuk a születés és halál köreit, a hétszűk esztendő és a rövid bőséges időszakok köreit. Mit tanulunk ebből? Mi lesz ebből a miénk? Mi az, amit elviszünk magunkkal? Először is nézzük meg, mit hozunk ide. Amikor megszületünk, mi történik? Megtörténnek olyan dolgok, amelyek emberi észre felfoghatatlanok. Tehát hogy lehetséges az, hogy egy tudatosságra, megvilágosodásra képes lény ilyen körülmények közé szülessen, ilyen kockázatok között nőjön föl, és ilyen elképesztő veszélyek leselkedjenek rá ezen a bolygón. Ugyanilyen lehetőségek, és ugyanilyen sok boldogság és öröm várhat rá. Mi dönt a kettő közt? Pillanatról pillanatra milyen tudattal létezünk, mennyire tiszta a látásunk. Ez dönti el azt, hogy csak a négy nagy szenvedéssel kell lefoglalkozni születés, öregség, betegség, halál, vagy pedig az ember által teremtett további szenvedésekkel is foglalkoznunk kell, mint ésség, szegénység, háborúk, természeti katasztrófákhoz való aktív hozzájárulás, és a többi. Szinte más alternatíva nem is kínálkozik, csak az, hogy az emberiség valahol felébredjen, és ez velünk egyénekkel kezdődik. Az, hogy mi mennyire világos tudattal rendelkezünk, már hatással van a többi 7,3 milliárdra. És hogyha ezt felelősen tudomásul vesszük, akkor a szabadságunkat máshol keressük, mint eddig. A szabadság tudatunk, az én tudatunk, a világismeretünk egyként átalakul, és a zen szerencsére ennek nem külsődleges, dogmatikus, írásokhoz kötött módszerét ajánlja, hanem a megismerés benső szellemileg autonóm a saját tapasztalataidra hagyatkozó formáját. És még emellett is kell tanítás. Még emellett is kell valami, ami ezeket a tapasztalatokat irányba fordítja. És ez az irány ezen hagyomány esetében nem más, mint az, hogy érjük el a felébredést és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Elsősorban attól a szenvedéstől, amelyet mi magunk mérnénk rá. Azokra a lényekre gondolunk, akik közvetlen kapcsolatban vannak velünk, legyen az vérségi, társadalmi, akár érdekorientált, de bármi olyan kapcsolat, amelyel végül is eljutunk egy másik emberhez, és a másik ember eljut hozzánk. Ha nem veszük észre, hogy milyen helyzetben vagyunk, akkor nem tudunk helyesen kapcsolatot teremteni sem és akkor nem tudunk helyesen együttműködni sem. És hogyha valami megállapítható az elmúlt pár ezer évről hitelt érdemlően, az az, hogy mi, mint embercsoport sohasem ismertük fel teljes valójában, hogy milyen helyzetben vagyunk ezen a Földön, ebben a testben. Mindig valami mást képzeltünk magunkról és képzelünk a mai napig, mint akik valójában vagyunk. Sohasem vettük tudomásul azt, hogy mennyire mulandóak vagyunk ezzel a 70, 80, esetleg 90 évvel, amit itt töltünk, és hogy mennyire nem értjük azt a természetet, azt a világot, amely körülvesz minket, mert nem értjük magunkat sem. Ez a fajta rés a valóság és az illúziók között, az önkép és az önvaló között ez az, amit felszámolhatunk, és ennek az iskolája az egyévállás útja. A felébredés és a helyes tapasztalás útja, majd a helyes megnyilvánulás útja. Ez az út mindenki számára nyitva van. Ez az út évezredek óta nyilvánvaló valamely kultúrkörben, valamely szellemi út által. És ezen az úton lehet haladni. Az a szerencse, hogy megjelent a darma valamilyen formában több ezer éve. És a mi felelősségünk az, hogy a saját életvitelünk mellett, a saját természetes utunk meglátása és az azon való haladás mellett valamiféle minőségemelkedést érjünk el. A tudatunknak valami olyasféle minőség javulását érjük el, hogy amikor visszanézel ennek a nagyon rövid ember életnek a végén, akkor azt mondhassd, hogy valami többet látok, mint évtizedekkel ezelőtt. Valamire rájöttem, valamennyi szenvedést legalábbis magamban, magamtól meg tudtam szüntetni. Másképp megyek el, mint ahogy idejöttem. Az emberek többsége úgy érzi, hogy az élete során kapnia, szereznie, birtokolnia kell dolgokat embereket, tapasztalatokat. A birtokló ösztön mellé párosul a túlélő és a szaporodó reflex. Ezek az ösztöncsoportok vezetnek minket, szinte kivétel nélkül. Mi ez a látás, amely nem determináltatik, nem határoztatik meg ezen ösztöncsoportok által, de látja ezeket és helyesen működteti ezeket? Amikor eldöntöd, hogy a három nagy csoportból melyikre van szükség és milyen formában, és szükség van-e rájuk egyáltalán. Az életed első felében azt gondolhatod, hogy hát ide nekem az oroszlánt is, azt az oroszlánt, ami nekem jár ezen a földön, ami az enyém, amiben hihetek. És aztán kiderül, hogy semmi nem jár nekünk itt. És hogyha úgy érzed, hogy valami többel szeretnél elmenni, mint amivel idejöttél, akkor nézd meg, hogy üres kézzel jövünk és üres kézzel távozunk. És nagyon nehéz kevesebbel is elmenni. Hiszen azt az énséget, azt a karmát, amit idehoztunk, azt legfeljebb átforgatjuk, átalakítjuk, de nagyon kevéssé adunk le belőle, nagyon kevéssé változik az én képünk mészerkezete. Tehát valójában sikerül-e üres kézzel jönni, üres kézzel távozni? Úgyhogy itt lesz a kevesebb, sokkal több. Itt lesz a minőség valami olyasmi, amelyet semmilyen mennyiség nem tud pótolni. És ekkor az a sors, amit te meghatározottnak érzel, úttá válik. Mert amikor a tudat megszabadul, akkor van igazi választási lehetőséged amikor eléred igazi önvalód, tiszta, térszerű, tükörszerű minőségét, akkor tudsz igazából dönteni arról, hogy valójában mi az utad, merre menj. Az itt végzett gyakorlatok nagyon sokszor tűnnek, fegyelmezetnek, megformáltnak, szigorúnak. És ez pontosan olyan, ahogy a világ működik. Nem kevésbé, és nem inkább szigorú. Ahogy mi működünk emberek, úgy működik ez a gyakorlat forma is. Képzeld el úgy, mintha egy gyönyörű gyöngykagylót látnál, amelynek a külső héjazata messzes, kemény. És belül van valami, ami nem nagyon határozható meg, ez a szürkés, húsos valami, amely szintén elég érdektelen lehet, de ott van benne a gyöngy, amely a szenvedés egy homok szeméből keletkezik. És mindaz az erőfeszítés, ami a kagyló életében megmutatható, amely túlmutat a kagyló életén, az abban a gyöngy szemben van. Szóval megtaláltad-e a saját homok szemedet? Ráláttál-e a saját szenvedésedre? Elismerted-e azt, hogy mulandóak vagyunk, hogy tökéletlenek vagyunk, és hogy kölcsönösen függünk egymástól és a világtól? És akkor legalább megérezted, hogy ott van az a homok szembelül, ott van az a kérdés, az a megoldatlanság belül. És a sok-sok probléma erre az alapvető megoldatlanságra vezethető vissza, hogy nem látjuk tisztán magunkat és a világot, és így egymás sem. Az en útja rendkívül egyszerű, az elején még bonyolultnak tűnhet a sok-sok részlet, a sok-sok forma, a sok-sok újdonság miatt. De ahogy haladsz rajta, egyre inkább leegyszerűsödik, egyre inkább belül van, és meglátod azt, hogy a forma különböző kajdlóhéjazata milyen gyöngyöt fejleszt benned, mi az, amit kízzac magadból. A legtöbb ember meg szeretne szabadulni ettől a homokszentől, de nem tud. Senki sem tud. Mit csinálsz vele? Úgyhogy a zen az inkább a kérdésekről szól sem, mint a válaszokról, vagy a beszédekről. Úgyhogy ha van kérdésed, akkor bátran tedd fel, és megpróbálom megválaszolni. A bevezetőben elhangzott illetve szólt arról a szellemi útról, amelyet az életünk során bejárunk. Apaként szeretném megkérdezni, hogy ha adott egy szülő, akinek van egy kisgyermeke, és szeretné ezt a gyereket korrekt módon elindítani egy szellemi úton, miközben tudni kell a szülőről, hogy egy bizonyos hagyománytanain, konkrétan a keresztény hagyománytanain nőtt fel, de közben rálátott a tételes egyházok dogmatikájának a relatív migoltára, hogy teheti azt meg, és milyen módon tudja a gyerekét szellemi önállóságra nevelni, elindítani ezen az úton, anélkül, hogy össze akarná rúgni a port bármelyik hagyományjal, mert továbbra is tiszteli azt a hagyományt, amelyen felnőtt, de nem szeretné, ha a gyerek szellemi irányútsága be betonozva bizonyos dogma rendszerekbe. Az a szerencsés, hogy minden hagyományban benne van az a szellemi eszencia, amely által elérhetjük a saját lelki, spirituális autonómiánkat, tisztán láthatunk, és önállóan, de együttműködve haladhatunk az utunkon. A kereszténység is ilyen. Tehát első és legfontosabb feltétel, a lehető legjobb neveltetés megadása a gyereknek. Ez mind az iskolát, mind a családot, mind az egyéb környezetet illeti. Hogy tanulhasson, hogy megfelelő információt, tanítás, neveltetést kapjon, és ne egy illúzió világban, egy eltorzított nézetvilágban éljen. A második, hogy a szülőnek magának kell a saját minőségeit nagyon-nagyon komolyan ápolni és tisztítani azért, hogy a gyermek kérdéseit meg tudja válaszolni. Hiszen uh, nem csak azzal van a baj, amit nem tudunk, hanem azzal is, amiről úgy hiszük, hogy tudjuk, de valójában mégsem. És nagyon sokszor, amikor a gyerek elkezd kérdezni, és már három évesen olyan kérdéseket föl tud tenni, hogy az valami páratlan, és nem tudja a szülő mélységében megválaszolni, és érzi is. Ha pedig a szülő nem tudja, akkor keressen olyan embert, keressen olyan uh, tudós, szakértőt, tanárt és egyebet, aki meg tudja ezt a kérdést válaszolni a gyermeknek, és így tanítsa a gyereket. Tehát egy külsődleges, formális nevelés és egy nagyon komoly belső lelki út a kettő együtt az, amely ezt a az általad kért utat biztosíthatja. A kérdéseknek itt óriási szerepe van. Az, hogyha el akarunk jutni egy hagyomány lényegéhez, egy vallás eszenciájához, ahhoz kérdéseket kell föltennünk, és magunknak, saját magunknak kell erőfeszítést tennünk, és tapasztalnunk személyesen. Ezt a személyes tapasztalatot tudod a gyermeknek megadni, de nem közvetlenül nem te adod ezt a tapasztalást, hanem oda vezeted ahhoz a kapuhoz, amin átlépve ő saját maga tapasztalhatja azt a lényeget, amire annyira áhítozik és amire kíváncsi. Ha merünk kérdéseket föltenni, akkor a következő fázis a válaszok elviselése. És nagyon sokszor már a kérdés feltétele is különböző szabályokba ütközik, általában íratlan törvények, vagy ezt nem szoktuk kérdezni. Miért ne? Nyugodtan tedd fel a kérdést, nézd meg, milyen választ pattan fel. Milyen választ kapsz a környezetből? Milyen választ kapsz belülről? <kül> Innentől kezdve, ha a gyermek kérdéseire őszintén és legjobb tudásod szerint válaszolsz, vagy válaszoltatsz, akkor a gyermeket szellemi önállóságra neveled. Miért fontos ez? Azért fontos, mert hogyha valaki hozzád születik, akkor ez a vérségi kötelék elképesztően szoros karmát jelez. Ez hatalmas felelősség. Tehát milyen lelket nevelsz abból a gyermekből? Mi az, amit leveszel a karakteréből és kinevelsz belőle? Mi az, amire ráneveled? Óriási felelősség. És ez egyik legnagyobb dolog, amit adhatsz neki, az, hogy higgyen annak, amit lát, amit hall, amit gondol, amit érez, mert elég tiszta a tudata ahhoz, hogy elhiheti. És hogyha a tudata nem tiszta, akkor rávezeted arra a gyakorlatsorra, amely által az letisztulhat. Nagyon sok ilyen van, és a kereszténységben is van ilyen. Úgyhogy a szellemi önállóság az, amitől lelkileg lábra áll. Nagyon sokan járunk fizikailag két lábon. Szerencsére nagy részt mindannyian azt tesszük. Mennyien vagyunk szellemileg autonómak? Mennyire vagyunk lelkileg önállóak? Mennyire vagyunk képesek elviselni a saját sorsunk látását és a saját választásaink következményét? Ha erre fokozatosan, a gyermekfejlődési szakaszaival összhangban nem túl gyorsan és nem túl lassan ráneveled a látásra, az őszintességre, a következetességre, az ok és okozat működésének a felfedezésére kívül és belül. Meg fogja hálálni. Olyan szabadságot adtál neki, amelyet mástól nem kaphatott meg. Ezért, amikor önálló lesz, akkor csak egy hatalmas ívet, egy kört kezd el, amin visszatér hozzád. Ha az ellenkezője valósul meg, és a család túlságosan védi, és megpróbálja eltakarni előle a világot. Akkor előbb-utóbb a kíváncsiság az akarat kirepíti. És akkor sokkal nagyobb iventér vissza ha egyáltalán visszatér, mert megtagadtad azt a szabadságot tőle, amit belül annyira akart. Nem nevelted rá arra, hogy járjon az útján, hanem megpróbáltad lebeszélni róla, hogy maradj inkább itt a falak között, mert itt biztos, itt nem érhet baj. Már el is érte. Úgyhogy ezt csak annyiban tudod megtenni, amennyiben te magad az utadon jársz. Ha magad is a négy fal között vagy lelkileg, ha magad is korlátozod magad szellemileg azért, hogy egy hamis biztonságérzeted legyen, akkor ezt a szabadságot nem tudod megadni a gyereknek. Tehát ezért óriási felelősség az az út, az a fajta szellemi műveltség, amely kultúra és vallás független, tehát minden valláson belül, minden kultúra keretei között ezt lehet gyakorolni. Kérdő, illetve amit mondtál, ahhoz szeretném kérdezni, hogy hogyan ismerem föl, hogy korlátozom magam szellemileg vagy sem. Rosszul érzed magad minden reggel, olyan kis. Tudod, mereven ébredsz, és, és nagyon nehéz nyújtózkodni. Szóval, hogyha korlátozod a tudatod, akkor előbb-utóbb a test is bemerevszik. Nagyon komolyan és azt is érzed, hogy, hogy belül elindul egy impulzus, és azon nyomban korlátozod. Tehát azon nyomban van egy reaktív tudat, ami visszafele tolja. El akarsz menni erre, de van azonnyomban valami belül, ami vissza is húz. És mennél előre, egyik lábbal előre lépsz, a másik lábbal hátra. És nem mered megismerni, nem mered megtapasztalni, mert nem vagy benne biztos, hogy ez az, amit akarsz. És az emberi kapcsolatokra is, és egyéb tapasztalatokra is igaz lehet. És ez a fajta állandó duális bizonytalanság a nulla és az egy között, a van és a nincs között, a megyek és a megállók közötti állandó hullámzás az, ami az élet bizonytalanságát adja. Hogyha az ember helyesen ismeri fel az útját, akkor ezt lépésről lépésre tudja követni de ha nem ismerte fel az ember az útját, akkor az érzékszervi hatások, kognitív és érzelmi döntések tízezrei között állandóan szét van esve. Rengeteg az opció, és nincs akció. Tehát ezért fontos az egyszerű és tiszta tudat, hogy felismerd az irányt, amelyben menni szeretnél. És akkor nincs olyan kétség, hogy most akkor ezt meglépjem, vagy ne lépjem. Inkább az lesz a kérdés, hogy hogyan, mikor, kivel és kikért. Rengeteg más kérdés nyílik meg, hogyha személyes kétségek elmúlnak. Úgyhogy, ha nem korlátozzuk önmagunkat, csak felismerjük azokat a személyes határokat, amelyeket nem tartunk tehernek, akkor azok nagyon jó vihetők. Tehát egész biztos, hogy én nem szeretnék ebben az életemben a holdra szállni és űrhajós lenni, mert más célokat tűztem ki magamnak. És hogy azon határokon belül élek, hogy a Föld gravitációs mezeje engem itt fog, és nem megyek a stratoszférába, csak egy picit, amikor ugye repülőre szállok, akkor az ajátot megnézem az ablakból, ugye? Ez a határ engem nem zavar. De hogyha egyéb módon korlátoznám magamat, és a lélek nem menne azon az úton, amiben hiszek, és amit látok, hogy jó és helyes, akkor azt érezném, hogy ezeket a korlátokat mindenképpen meg kell haladni és le kell dönteni, azért, hogy azt érezzem, hogy ezt érdemes, hogy így érdemes élni, így érdemes cselekedni, így érdemes beszélni, ezeket a gondolatokat érdemes gondolni, és az érzelmeket érdemes érezni. És akkor érzed azt, hogy nem korlátozod magad, de a természetes határokon belül élünk. Soha sem lesz három lábunk, én soha nem akartam egy harmadikat, tehát a két láb az bőven elég. Jó? Ezek is határok. De mondjuk nem kívánom ezt egy fotóállványtól, tehát a fotóállvány az legyen háromlábú. Az úgy jó, de én soha nem akartam olyan lenni. Tehát vannak olyan határok, amelyeket nem akar túllépni az ember, mert ott jó mögötte. Vannak olyan korlátok, amikor látod azt, hogy lehetnék egy kicsikét tisztább, de mégse teszem meg mégsem akarom azt a réteget levakarni. Amikor a kígyó azt mondja a bőrére, hogy ha, ah, nem is vedlek, még megtartom egy szezont. Ja. Jó? Aztán úgy is le kell vedleni. Csak még egy kicsikét azokat a szarú sejteket ottan még őriztük. Tehát erre kell vigyázni -e nagyon. És tényleg a határok, a határokkal semmi baj. A karmánál nincs Jó? A korlátokkal van baj, amikor olyasféle korlátok mögött élünk, amelyeket átléphetnénk, felfedezhetnénk a relativitásukat, felfedezhetnénk azt, hogy minden ajtóhoz van kulcs, de félünk, vagy haragszunk, vagy valamit meg akarunk tartani, és nem nyitjuk ki az ajtót, mert nem akarjuk látni, hogy mi van mögötte. És ekkor maradunk a saját falaink mögött. De előbb-utóbb az emberi lélek az elkezd lázadni. És ez a fajta lázadás, ez pont a korlátok elleni lázadás. Hatalmas paradoxonokat visszünk magunkkal, a prométeuszi és az Epiméteuszi elveket, a meghódolót és a kompromisszumkész, és a lázadót és hajlíthatatlant. Mikor melyik a helyes? Mikor helyes beleállni úgy, hogy azt mondod, hogy nem engedek, nem mozdulok, akármi történik, akkor sem. És mikor van az, hogy minden oké? Okay. Bármi, bármiféle megoldás érdekel, bármit aláírok, bármit követek. Ez két kétszélsőség. Mikor mire van szükség? Ezért kell az az életirány, az a szellemi tartás, az a tudati tisztaság, amely ezeket a kérdéseket pillanatról pillanatra letisztázza. És az életet a középúton tartja, de nem középszerűen, csak középúton. És akkor meglátod azt, hogy, hogy mit kell kinyitni, és mit kell zárva tartani. Jó? Talán valamelyest kapcsolódva az előző kérdéshez, a helyes iránytartás, most megpróbálom ezt most apró pénzzel váltani, a templomi szabályokban van egy olyan kitétel, hogy ne kövesd el a nem tudás rossz karmáját. Hogyan lehet nem elkövetni a nem tudás rossz karmáját, hiszen amikor elkövetem, akkor a nem tudás állapotában vagyok, tehát nem tudom, hogy elkövetem, tehát nem látom, hogy tehát ez az, amire az angol azt mondja, hogy honest, honest, mistake. Meglátásom szerint. Ez a hiba nem becsületes, jó hiszemű, vagy éppen rossz hiszemű, hiszen hogyha ezt látnád, akkor tudnád befolyásolni. Tehát a hiba pontosan a nem tudás, illetve a téves nézetek karmája. A nem tudás, angol ignorance, szanszkritul avidjá. Na most a szanszkrit mondja el igazán, hogy itt miről van szó. Az a, az a képző a vidja vidére videó az a látás. Tehát a nem látás hibája az a téves nézeteknek a karmája. Itt nem információ hiányról van szó, hanem a téves nézetek garmadájáról. Azokról a duális azonosulásokról, amelyek abszolút értékűek számunkra. Nem látjuk be a relativitásukat, nem látjuk be a keletkezett teremtett voltukat. És ez a fajta nem látás az, amely a téves nézetek garmadáját engedi burjánozni és tenyészni. Na most mit csinál az ember ilyenkor? Először szenved borzasztóan. Utána ráébred arra, hogy szenved, utána meglátja a szenvedés okát, a szenvedés megszüntetését és a megszüntetésének az útját. Mindenki valahol meg akarja oldani a problémáit. De ezt föl kell ismerni, meg kell látni azoknak a végét, hogy mit jelent az, hogy nincs probléma, és végig kell járni az utat, amely odáig vezet. Úgyhogy ez a fajta hiba, ez nem jó hiszemű vagy rossz hiszemű. Ez egyszerűen abból következik, hogy érzékszervekhez kötött, és az érzékszervi tartalmakkal azonosuló életet élünk. És ezt nem lehet elvenni. Ebből csak ki lehet nőni, Ebből csak föl lehet ébredni, de akkor és csak is akkor, ha ezt az illető akarja. Tehát nem lehet egy gyereket például túl korán megtanítani arra, hogy mindaz, amivel ő azonosítja magát karmaként, az nem ő. Tehát teljesen darabokra törne a személyiség, és ezt nem szabad erőltetni. Nem szabad ennek a veszélynek kitenni. Ezért kell, ahogy mondtam, a kérdések ütemében haladni, és a gyerek olyan kérdéseket tesz fel, hogy a szülő csak kapkodja a fejét. Hogy ezt, ezt honnan tudja? Há' hozta magával. Te megaktiváltad a szereteteddel, az odafordulással, az együttléttel, stb. Tehát nincs a nemlátással sem baj. Azért nincs baj, mert a látás felé terel. Nem tudunk folyamatos vakságban élni, nem tudunk folyamatos szenvedésben élni. Az ember ezt nem tűri. Csak általában nagyon rossz gyógyszereket találunk ki erre a betegségre, honnan tudjuk, mert ezeknek a gyógyszereknek a szedése újabb betegségeket eredményez. Ha pedig megfelelő gyógyszert szedünk, akkor nem újul ki a betegség, és akkor lehet tisztán látni. És bármiféle szellemi gyakorlat, amely az illúziók, a hamis önkép, a helytelen világkép meghaladásához, hátrahagyásához vezet, az helyes gyógyszer. Rámutathatsz -e a másik szenvedésére. Nagyon óvatosan. De csak akkor mutathatsz rá, hogyha az már neked is szenvedést okoz. Arra a részre csak. Különben a gerenda és a szálka problémájába esünk bele. És volt egy nagyon fontos tanítása a nagymesternek, ez angolul így szólt, don't touch karmic pain point. Ne tenyerej bele a fájdalmába, ne kritizáld úgy, hogy nincs mellé az a fajta szeretet, az a fajta együttérzés, amivel gyógyítani is tudod a sebet, és nem csak feltárni és kimetszeni. Tehát nagyon fontos az, hogy az együttérzés és a bölcsesség egyszerre működjön a nagyon komoly szilárdsággal belül, a szilárd, nem mozduló, stabil, tiszta tudattal. Mindenkiben van bölcsesség és együttérzés. De mennyire bírod ki a másik reakcióját? A saját reaktív tudatot semmisíti meg ezeket a primér minőségeket. Miért? Mert nem vagy elég erős belül. Amikor látod a másik szenvedését, akkor abból biztos, hogy valamennyi rád is hárul, hiszen közös térben, közös időben vagytok. Na most, ami téged elér közvetlenül, azzal tudsz foglalkozni. És arról beszélj. És azt tükrözd. Azt javítsd meg. Azt tárd föl. És akkor úgy érzi az az ember, hogy te becsületes vagy vele. Metszően őszinte esetleg, de becsületes, és ezért tisztelni fog egy idő után. Eleinte nem, eleinte hárít. De hogyha megfelelő módon csinálod, és ő érte te teszed, nem csak azért, hogy neked jobb legyen, hanem hogy neki is, akkor innentől kezdve ez közös munka. Még akkor is, ha te vagy abban a pillanatban az aktív fél. Előbb-utóbb ő saját maga is elkezd kicsit ébredezni az életünk folyamán úgy növünk föl, hogy az édesanyától kapjuk a legnagyobb szeretet és együttérzést, és mégis azt látom, hogy a, azt tapasztalom, bocsánat, hogy tapasztaltam, és tapasztalom, hogy, hogy a, a, buddhista mesterek mellett lehet ezt, vagy találtam ezt meg leginkább, és ugyanúgy szétnézek a világban, és azt látom, hogy a, a buddhista mesterek tanítják a szeretet együttérzést, férfiak és nem nők. És valahogy erről, hogyha beszélnél, hogy hogy a, hogy a, tanításukban ott van az anyához, tehát hogy az anya szeretete, és mégis azt egy férfias világ adja át nagyon szépen. Én szerintem még nem találkoztál eleget olyan nem buddhista mesterekkel, akik nagyon-nagyon sok szeretetet tanítanak. A másik, lássuk meg azt, hogy az anyai szeretet, és utána pedig az, amit mondjuk tanítóktól, végképp nem csak buddhista, rengeteg más vallás tanítójától, vagy spirituális iskola tanítójától kaphatsz, az teljesen másra hivatott. Tehát nézd meg az anyának a szükségszerű territorialitását, szigorúságát, a szeretet mellett. Tehát ez azért fontos, hogy ez a gyerek az felnőjön, és hogy egészséges is legyen, és elképesztő birtokviszony van az anya és a gyerek között, és erre szükség van. De ugyanolyan szükség van arra, hogy amikor a gyerek felnőtt, akkor a nyuka elengedje. Hát ez már jó a nagyon nehezen engedik el az anyák a gyerekeket, és teljesen sose. Mindig az én gyerekem maradsz, stb. Ezt lehet sokféleképpen mondani, de a vége ugyanez. Tehát az enyém 81 éves, és még mindig. És fantaszt, egy, egy bóthiszatva lett, és főleg itt a szerzetes fiú mellett, hát nem lehet más, mert vagy bóthiszatva lesz, vagy pedig nincs kapcsolat. És 15 éve azt mondta, ha te boldog vagy, akkor én is. Ez a legtöbb, amit kaphatsz, tehát ennél több nincs. És azóta is, mivel ez a tudat megmaradt, hetente egyszer együtt ebédelnök, ha szüksége van valamire, megkapja, segítség, stb. stb. Túl sok időt nem töltök el, azt nem tudom megoldani. De vannak, akik nálam ugye világiként sokkal kevesebbet töltenek az édesanyjuk a hónapokig, néha nem látják. De a lényeg az, hogy az anyai szeretet és egy tanítói szeretet az persze érzelmileg átfedést mutathat, de teljesen más forrásból jön. Ugyan a lélek a forrása, és ezzel nincs semmi baj, de lássuk azt meg, hogy az egyik egy családi, vérségi kötelék érzelmi motorja, a másik pedig egy bölcsességnek az együttérzés oldala. Egy tanításnak az együttérzés aspektusa. Úgyhogy. A szeretet annyira fontos, hogy nem is szeretném minősíteni, csak gyakorolni megfelelő módon. Hát az én kérdésem egy kicsit összetett lenne. Úgy drágább, azt tudod. Egyszerűen. Már annyi szépen. minden elhangzott, hogy mindenhez tudnék egyet kérdezni. Ha és amennyiben megengedett a nem tudás állapota. Miért szeretnéd a nem tudás állapotát gyakorolni? Csak mondom, hogy amennyiben megengedett. Minden megengedett, de miért szeretem? Feltesszük a nagy kérdést, a, a mi az kérdést. Mi ez? Nem mi az? Ez? ez. Mi ez? ez? Mert az, az nem a mi dolgunk. Ez. Ez a mi dolgunk? Akkor mikor jön meg a válasz? De mikor engedett be? Az már ott van ott kopogtat az ajtón, csak nem. Ez nem én vagyok. se, ese, se. De az a ki vagyok, nem? Hát én nagyon ki vagyok. De a lényeg az, hogy egy csomó minden jön, amit úgy átengedhetnél magadon, de nem engedjük. Lezárjuk a tapasztalást. Tehát én azt érzem, hogy egy nagyon tökéletességre irányuló intellektuális nézőpontból szeretnéd föltenni a kérdést, hogy úgy, hogy ez a kérdés az jó legyen. Hát de nem sikerült jól, mert nem Tudod mégsem. miért? Mert nem a te kérdésed. Most tegyél fel valami olyan kérdést, ami téged valójában érdekel. És ne legyél jobb uthista, jó buddhista meg józen gyakorló. Legyél te magad. Onnan jön a kérdés, nem máshonnan. Akkor felétszem a másodikat. Ami pedig néhány kérdéssel ezelőtti volt a Igen? módszerhez, hogy ha valakivel találkozunk, és ő mutat valamit, ami minket zavar, akkor ez valójában bennünk van. Nem szükségszerűen. Például, hogyha valaki elszellenti magát a szobában, és ez téged zavar, azt ő szellentette el, ez biztos. Nem, nem tettél bablevest, ő evett bablevest. Ez világos, ugye? Ez igen. Tehát ez a sugárhajtású szellemi út. Tehát ez nagyon fontos. Azon nyomban megtanulod az ok és okozat működés. Látni kell azt, hogy mi az, ami összeköt minket, de azt is, hogy mi az, ami elválaszt. Nagyon sokszor keverjük össze a szentséges, ezotéria és spiritualizmus jegyében az át és a bét, az ént és a mást, és ebből a kavarmányból, miközben a misztikus gőzök felszállnak, szeretnénk valamit leszűrni. De ebből a keverményből csak szellemi gyomorontás lesz. Semmi más. Vagy zavar, vagy felesleges, komplikált gondolkodás. Tehát lásd a dolgokat, az embereket úgy, ahogy van, és az okot és az okozatot is úgy, ahogy működik. Semmi több. Csak akkor minden leegyszerűsödik. Ha pár kérdéssel ezelőtt jól értettem, remélem jól, akkor igaz az, hogy a gyerek nem nőhet fel úgy, hogy ne vegyen magára olyan szokásokat, olyan dolgokat, amit később szükséges levetni ahhoz, hogy kinőjön a saját énje, az önmaga. Tehát ez mindenképp szükséges, ez a folyamat. Fejlődési fázisok azok megkerülhetetlenek. Ezek szokásokkal járnak, azonosulások következnek be, amelyeknek a nagy részét az élet második felében vagy későbbi fázisaiban érdemes hátrahagyni. Ha nem, akkor nem tudsz megújulni. És hogyha magad nem dobod le ezeket a rétegeket magadról, akkor majd a válsághelyzeteknek a pajszere majd szépen lefeszíti. Amelyik tetszik majd az. Jó. Babutha nagyon sokszor mondta azt, hogy sokféle tanítvány van. A jó tanítvány olyan, mint az a ló, amely a gazda gondolatát követi. Az első gondolatra a ló már fordul is. A második olyan, hogy kicsikét a csípőt meg kell mozdítani, és akkor, akkor fordul a ló. Kicsit szomba megnyomod, és akkor, akkor a következő lépés az, hogy ezzel a kis ostorral picikét meg. Nem, nem erősen, picit. következő lépés az, amikor már nehezen ért, megütöd. És vannak olyan emberek, akik annyira-de annyira ellenállnak a puszta belátásnak, annyira visszautasítják a közvetlen és tiszta tapasztalatot, hogy sajnos ahhoz hasonlítanak, amikor véres se verheted, de akkor se mozdul, és inkább meghal, de akkor se halad. Milyen tanítvány szeretnél lenni? Te döntöd el. Egy olyan család, ami teljesen szét van mi tud újra egybe kovácsolni. Mitől esett szét, látod? Nekem nem mond meg, magadnak mond meg. Ha látod, hogy mitől esett szét, akkor azokat a vektorokat visszafordítod, és akkor újra természetesen össze tud állni, de egybe kovácsolni külső erővel nem tudod. Tehát az a fajta összetartozás érzés, ami az emberek között bizalmi légkört, szeretetteli kapcsolatot, egyfajta jól működő családot vagy csoportot alkot, az kívülről pusztán külső erővel nem teremthető meg. Segíthető, motiválható, bizonyos feltételek létrehozható, önmagában ezek a külsődleges dolgok nem elégségesek, de szükségesek. Tehát, hogyha szétesett a család, mitől esett szét? mitől nem szeretjük egymást, már mitől nem akarjuk fölvenni a telefont, miért nem akarunk együttműködni, és miért nem akarunk még születésnap, karácsony, húsvétkor se átmenni a másikhoz. Miért? Na, ez egy komoly feltáró munka, és nézzük meg először a magunk részét ebben, hogy mit csináltam én, mit mondtam én, hogyan érzek most, hogyan gondolkodom most a családtagjaimról és itt kéne elkezdeni a változást. Kezdőként megengedem magamnak azt a luxust, hogy még ideáim legyenek, és ezért egy talán elméletinek tűnő kérdést tennék fel. Igaz, valódi önmagunk, amiről többször szó esik a, a hagyomány keretében, az abszolút valóság? Ahonnan jött a kérdésed, az abszolút forrás vagy relatív? Tedd félre, itt az akadály, az abszolút és a relatív megkülönböztetése. Az ég kék, ez abszolút vagy relatív? Oké, okay. kezd ez gyógyulni. Egyéb kérdés. Ez eszme és a, a tudat, mondjuk így, de nincs meg a cselekedet hozzá. Ez eljön idővel. Mit tudunk tenni, hogy ez minél hamarabb elérkezzen? Van egy nagyon jó darma erre, ezt úgy hívják, hogy Patópál úr, ezt a verset el kéne olvasni, és akkor rájössz, hogy a késletetett cselekvés az az egyik legkátrányosabb, legpasszív, agresszívebb borzalom, amiben létezhetünk. Ó, oh, az csak egy aprócska kis szelete. De az, hogy már tudod, már látod, már itt az ideje, de mégsem teszed meg, ez lehet lustaság, félelem, restség, bármiféle Csendes visszautasítása annak, ami egyébként ott van, ami jelen van, de nem vagy hajlandó látni és felfogni. Úgyhogy amikor az embernek kétségei vannak, akkor nyugodtan álljon meg, nyugodtan nézzen körül, magába, a világba, másokra. De amikor ott van az impulzus száz százalékig, hogy tenni kell, akkor tegye meg. Mert ha nem teszi meg, ugyanazt a hibát követi el, mint hogyha nem takarította volna föl magában azt a sok-sok karmát, amely után meglátta, hogy cselekedni kell. Meglátta, hogy mi a dolga. Tehát, hogyha nem teszed meg, pedig látod helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés, hogy pont ott van annak az ideje, ugyanúgy 84 ezer mérföldre vagy tőle, mint ha nem láttad volna meg. Ez a durva. Többször elhangzott már más darma beszédeken egy olyan kérdés, hogy hogy lehet gyorsabban haladni az úton. És a válasz mindig az volt, hogy sehogy. Csak aki... Olyat mikor hallottál, hogy sehogy? Tehát, hogy nem legy, Mindig egy kicsit nem, nem, szét, nem bocsánat, megadtam bocsánat. a módját. Hát én így nem szoktam az embereket csak úgy visszautasítani. Hát Rosszul gyorsabban haladni. Hát hogy ne lehetne gyorsabban? Körbe, körbe. Sokszor. Úgy. Igen, pont ez, lesz, pont ez lenne a kérdésem, ugyanis én azt értem, hogy lassan lehet haladni, és a gyakorlat visz előre, viszont mit, mit tudnám mondjuk mond mondanám úgy, hogy vigaszul mondani olyas valakinek, aki a, az újra a születések és a reinkarnáció hát nem zárja ki, de nem tartja valószínűnek, és valahogy úgy látja, hogy csak ez az egy kör van, viszont irdatlanul lassan halad. Hát igen, a reinkarnáció az már egy nagyon komoly hit tétel. Ebben az előző életemben se hittem, ezt tudod? Tehát ez nagyon problémás. Én azt mondom, hogy ha ebben az életben megoldod ennek az életnek a problémáit, akkor a következő miatt nem kell aggódni. Tehát nyugodtan fókuszálj csak erre az életre, sőt csak erre a pillanatra. Mert hogyha ez a pillanat eléggé elmélyül, a múlt, a jelen és a jövő összes karmája megmutatkozik benne minden. Minden. Tehát nyugodtan foglalkozz csak ezzel a pillanattal. A zen semmi módon nem kéri, követeli, még nem is javasolja, hogy te higgyél olyasmiben, amit nem tapasztaltál. Tehát nem kell hinni a reinkarnációba, a világért se. De higgyünk abban, hogyha megesszük a székelykáposztát, akkor ezt megemésztjük, és utána pedig kiürítjük egy részét, az energiáját pedig felhasználjuk. Tehát ha látjuk azt, hogy utána a kiürített rész komposztálódik, bemegy a talajba, és újra káposztát növelünk vele, ugye? Amit újra székelykáposztává lehet nagyon finoman megfőzni, fincsi, akkor utána azt is látjuk, hogy a természet egyre nagyobb ciklusai szépen egymásba fonódnak, és működnek, és működnek. Na most amennyire látjuk ezeknek a ciklusoknak a létét, annyiban tudunk a ciklikus léttel egy kicsikét szembenézni. Olyan ciklusokat ne fogadj el, amit nem látsz. Tehát csak azokat a ciklusokat old meg, kisgyermek, a legjobb tanító. Az első az, hogy kb. egy évig nem alszol rendesen, de lehet, hogy tovább. Mert neki olyan ciklusai vannak, hogy kész, éjszaka a közepén, és többször anyukák nagyon tudnának erről mesélni, mert ők ébrednek először, apukák átfordulnak a másik oldalukra, aztán fölébrednek Én ők Én is vállaltam műszakokat Nagyon itt. helyes, nagyon helyes. Tehát az a, az a fontos, hogy rá, láss rá a ciklikus létnek azokra a mélységeire, ahol a problémák vannak, és ahol a megoldások is vannak. Nem engem. azzal van gond, hogy elfogadni vagy nem elfogadni az a reinkarnációt, én úgy hagyom, ahogy van, viszont, vagyis És hát... hogy van? Szó, nem, nem foglalkozom azzal, tehát, hogy hogy nem hogy foglalkozol vele? De... Én sem. Akkor de... hagyjuk ketten együtt, úgy, ahogy van. Jö. Mi a kérdés? Hát a kérdés az, hogyha ha mégis inkább azt látom valószínűleg, mert valószínű, az te a Tehát, hidd, hidd hogy nem egy statisztikai valószínűség. Valamilyen fogalmat kell mondanom, hogy... Tehát úgy látom, Valami úgy érzem, más érzem, úgy, tapasztalatom, úgy tapasztalatom. mosolyognak nagyokat, <laughs> és a kvantumfizikusok ugye kezdik a könyveket dobálni a fejedre, de a reinkarnáció ez nem egy valószínűségszámítás. Vagy megvan a tapasztalat, vagy nincs. nincs Mind a meg. kettővel tudunk dolgozni. Ha nincs akkor azzal dolgozom. Azzal dolgozom, hogy csak egy kör van, de nagyon lassan halad ebben az egy kör. Tehát nem lesz elég idő ahhoz, hogy van egy olyan hajkú, hogy... De be. bocs, hogyha ez után nincsen semmi, akkor mindenre van idő, nem? Hát Na, mire nincs? Mi az, ami marad? És ami marad, az hova megy? Én nem mondom, hogy nincs ez után semmi, csak nem biztos, hogy úgy van, ahogy... Úgy hogy... Hogy van, ahogy? Nem tudom, mi van ezután. Nem tudom, mi van ezután, viszont... Viszont az aggaszt. Igen. <laughs> Ebből vagyunk összerakva. Nem tudjuk, mi az, az nagyon aggaszt minket. Mindennyian olyanok vagyunk, mint a nagyon okos halász, aki a tengerben csak halászik, 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 és gyönyörű halakat akar fogni. De valójában a tenger kell, az egész kell, és nem csak logikus konklúziók. És a lassú nézetek teknőcei. Tehát az az igazi váltás, amikor a halász leteszi a hálót, és beugrik a tengerbe. Ezt a halászok nem szokták nem tipikus viselkedés. Tehát a gondolkodó az gondolkodni akar, és gondolatok által valahova jutni, pedig csak körbe-körbe megy a különböző nézetek során. Mi lenne, ha visszafordítaná az energiáját, és megnézni, hogy ezek a gondolatok honnan jönnek? Honnan jön az a sok hal? Mi a forrása? És akkor fogod magad, és egyé válsz és rájössz, hogy a tenger és közted van valami hatalmas nagy közösség, ezt úgy tijek, hogy H2O. És ez a tapasztalat, ez nem cserélhető föl. És amíg a csónakban vagy, amíg az énednek a kicsi sajkájában ott horgászol, halászol, addig ez a tapasztalat nincs meg. Csak akkor, amikor bemersz ugrani a saját komfortzónádból valami nagyobbba, és ez az egyévállás tapasztalat megvan. Aztán jönnek a cápák, meg a delfinek, tehát akkor azért vigyázzunk. Meglátsz olyan karmát is, ami huhú, -hu, de hát azért kezdünk el fölnőni szellemileg, hogy ezekre rálássunk, és utána gyorsan visszaugorjunk a kis hajócskánkba. De az már nem ugyanaz a hajó, mint amiről beugrottál. Meg van egy, azt hiszem, hogy egy pár. A, a tudatosság fejlődéséhez vagy erősítéséhez segítségül hívhatunk-e tudatmódosító szereket? Attól függ, hogy kinek néha, a tudatosságáról van szó a tiédről, mert igen. ahhoz nem kell. Ahhoz tényleg nem kell. Elég tudatos vagy ahhoz, hogy ne kelljen különböző bombákkal falakat robbantani belül. Neked erre nincs szükséged. Mert már megtapasztaltam. Azért. Kíváncsi voltam a véleményedre. E, általános kérdésre általános választ kapsz. És hogyha elbújunk az általánosságok mögött, akkor onnan kandikálunk kifelé, hogy tényleg elmondta a tanító azt, amire kíváncsiak voltunk. A rossz tanító nem mondja el. A jó tanító sem mondja el. Pontosan arra válaszol, amit kérdezel. Tehát a tudatmódosító szereknek semmi, de semmi eszenciális szerepe nincs a felébredés elérésében. Vannak olyanok, akiknek az útjába beletartozik, és vannak olyanok, akiknek nem. A legfontosabb dolog, hogy egyik csoport se viszonyuljon ítéletalkotó módon a másikhoz. Hogy azért jobb vagy rosszabb a másik csoport, mert átment ilyen tapasztalatokon, vagy sem. A buddha természetednek semmi közehez. Azt, hogy az érzékszerű világból mit tapasztaltál meg, és ez minősül-e célistás anyagnak, és voltál-e detoxban miatta, vagy csak egyszer adagoltad túl, és túlélted, ezek társadalmi, kulturális és nagyon fontos emberi kérdések, de a felébredéshez semmi köze nincs. Mi a kábítószer? az, amit az utcán ilyen borzasztó anyagnak árulnak, és nagyon sok pénzt fizetnek érte, és nagyon elborulnak tőle, vagy napi 20 óra internet, vagy napi 4 óra televízió, vagy napi háromszori zsíros étkezés. Mi az, ami letompít? Mi az, ami elkábít? Mi az, ami lefedi igazi magadat. Vagy elég a saját ragaszkodásod, és elég az a sok-sok gondolat, amit megkötsz, hogy ez én vagyok, és én jól tudom, és én még jobban tudom. A saját igazunk a legnagyobb kábítószer, hogyha megnézed. Tehát hol van a határ? Benned van a határ. Te határozod meg, hogy azonosulsz-e vele vagy sem, elkábítod-e magad vagy sem, vagy felébredsz. Voltak olyan mesterek, akik ugye Perhetsz Szangával együtt, ugye megnézték, hogy mi az, amikor mondjuk egy megvilágosodott mester füvezik és elszívott egy jointot ott, és megnézték, hogy mit, hát semmi nem történt. Úgy átment rajta, mint madár a kék égen. Nem volt, hol megtapadjon. És a többi. Jó, tehát az a legfontosabb, hogy te a saját utadat járd. És hogyha ezen tapasztaltál ilyesmit, akkor te ne gondold magad jobbnak vagy rosszabbnak, csak azt nézd meg, hogy most jobban ragaszkodsz, vagy sem. Keményebben ítélsz, vagy sem sikerült-e az éned falát átugrani, kinyitni, vagy sem. De mindenféle ragaszkodás, ítéletalkotás és önképépítés az a felébredés ellen megy. Nagyon-nagyon világos. És innentől kezdve dolgunk van. Dolgunk van egymással, hogy ne kábítsuk egymást, és magunkat sem. Én a szokásokról és azoknak a levetkőzéséről szeretnék kérdezni. Amikor már látom azt, hogy nem vagyok azonos bizonyos szokásokkal, amit ez élet, korábbi élete, amit régóta hordozok, és már így automatikusan jelennek meg, és észre se veszem, hogy csinálom. De eljutok arra a pontra, hogy, hogy látom, hogy nem vagyok vele azonos, és mondjuk nem szeretném folytatni ezt a reakciót és szokást. Hogyan lehet ö, átvészelni azt az időszakot, átmeneti időszakot, amíg eljutok odáig, hogy nem is teszem ezeket a reakciókat. Mert hogy nem megy egyik pillanatról a másikra. De hogy most azt tapasztalom egy ilyen átmeneti időszakban, hogy viszont a környezetem már annyira megszokta a reakcióimat és a, a szokásaimat, hogy mert szinte előfeltételezik ezeket a szokásokat, és meg se várják az esetleges új reakciót, vagy nem is újat, de másat, vagy amit megpróbál más lenni, hanem előfeltételezik azt. Minden pillanatban kezd újra. Minden pillanatban agy esélyt nekik, hogy újra kezdjék. Mind a kettőre szükség van. Tehát, ha te tényleg megváltozol és új utakra térsz, akkor azon, ha következetesen haladsz, akkor az átmeneti időszaknak nincs fix időtartama. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. És ez egy nagyon következetes, világos erőfeszítés, hogy a környezeted úgy vegyen téged tudomásul, ahogy te vagy, és ahogy te adod az adást, ahogy te megnyilvánulsz, és ne a korábbi szűrőkön keresztül. Innentől kezdve ez egy konzisztens, kitartó, folyamatos erőfeszítés, úgyhogy már nem látszik az erőfeszítés, hiszen ez az újabbik önmagad nagyobb energiát, több hitet, sokkal jobb minőségeket hordoz, mint a korábbi. Tehát, hogyha ez érvényes, akkor előbb-utóbb a környezeted ezt elfogadja, hiszen frissebbnek, őszintébbnek, kvázi jobbnak látja, mert ezek a változások egy újabb személyiséget, egy megváltozott személyiséget eredményeztek. Úgyhogy adj esélyt magadnak, hogy minden pillanatban meg tudsz újulni, és adj esélyt a környezetnek, hogy ezt minden pillanatban tudomásul tudja venni, és ő saját maga is meg tud újulni. Na ez az esély, ez a nyitottság, ez az, ami érvényesítheti az újabb szokásokat, a megváltozott ént. Ehhez viszont nagyon sok kitartás és elég nagy hit kell, hogy nem vagy hajlandó a korábbi dobozba visszagyömöszölődni. Sem belülről, sem kívülről. Tehát ne menj vissza a régi kerékvágásba. Látod a tipikus reakciót, és nem követed a tipikus reakciót, ott van a háttérben az az elképesztő mennyiségű szokás, amit addig követtél, bármikor visszanyúlhatnál oda, de nem teszed. Miért? Mert nem azon az úton akarsz menni. És ez csak is ebben a pillanatban dől el. Semmikor máskor. Ezért tanítjuk a pillanat világosságát és tudatosságát. Mert ha ez a pillanat megvan, minden megvan. Ha ez a pillanat elvész, minden elvész. Oké. Okay. Mi a teendő, hogyha évek óta figyelem, hogy a. Csak az élet gyakorlata tanít, tehát, hogy képtelen vagyok uh, szinte elméleti úton vagy másoktól tanulni, és néha nagyon bele tudok fáradni, hogy a, um, ezt karmának nevezzük. Én nevezném karmának, sokkal könnyebb vele de... foglalkozni úgy. És akkor így türelmesen tanuljak meg túllépni ezen a karmát, vagy... Figyeled, hogy azt mondod, hogy látod ezt a karmát? Na ez a látás, ez karma vagy nem? Oké, okay. keep that mind. Tartsd meg ezt a tudatot. Ha ez megmarad, akkor egyik karma sem probléma, az is, hogyha néha butaságokat kell tanulni és el kell engedni, ha elméletek vannak és ezeknek a két a működőképes, 98%-a szemét, semmi gond. Tehát világos, hogy az élettől tudunk tanulni, és egymástól tudunk tanulni, és a közvetlen tapasztalatokban érdemes hinni, mentálisan, érzelmileg, érzékszerűleg. Ez rendben van. De mi az, ami ezt látja? Az maga nem tapasztalás, hanem a tapasztaló. Tehát különböztessük meg a csoki gyárat a csokitól, különben fémgépeket akarnánk enni. És ez nem jó. Tehát ennélkül, a látó nélkül se az élet, sem más nem tudna tanítani minket, mert képtelenek lennénk látni, feldolgozni, megtanulni. Tehát mindegyikre szükség van. És néha a rossz tanító nagyon jó tanító mert megmutatja, hogy hogyan ne. Jó? Váli magyar festőművész online írja a naplóját, ezt már évek óta olvasgatom, és látok párhuzamot a szerzetesi élet és az ő élete között. Nagyon monoton úgy mond, egy műtermet fest egy életen keresztül, különböző változatokban, ugyanazt a ússza folyamatosan keresztény egyébként, de ott is megfigyelhető ugyanaz a ritmus. És ez több embernél, akinek így végigkövettem az életútját, észrevettem, hogy ez a egyhangúság. Monotónia. Monotónia. Megszakottság. Mintha ez... Mind, mindig okoz... két fal között itt oszcillálna, ússza hosszakat. Igen, Akár a Hanvas Bélát is meg lehet nézni. És ez lenne a kérdés, hogy lehet, hogy a fejlődés útja az a ciklikusság és a monotonitás. Hogy mit szeretnél? Ez lehet Milyen a kulcs? Legyen? Mert Azt látom, hogy attól félsz, hogy tényleg ez. És mi van, hogyha nem csak ez, de aki ezt választja, annak ez. Aki nem ezt választja, annak valami más. Te nem mit félek szeretnél? tőle, én ezt látom. Te hogy... ezt látod? Ez lenne az. Tehát, hogy mint a szerzetes, de nem olyan, mint a szerzetes teljesen, mert ugye ő esetleg Most. festő, Igen. és nem szerzetes. Ja. Tudod, hogy a szerzetesek, ezek milyen elképesztően hektikus és változó életeket tudnak élni, hát ez valami páratlan. Egyszer majd megmutatom, hogy mi a monotónia, és azt is, hogy milyen életet élünk is a kettő között, semmiféle kapcsolat nincs. Monoton dolog-e az, hogy percenként 8-12szer ki és belélegzel. Ez úgy unalmas, vagy sem? Hát ha figyelem egy napon keresztül, mondjuk, akkor igen. Ez mindenkivel így van? Én már figyelem, 25 éve egy darab unalmas lélegzetem nem volt. Mitől lesz unalmas? Na, attól, hogy mást szeretnél, de nem, nem. az van nem is unalmas. Most gondolod, nevezném. hogy aki a műtermét festi egész életében, az azt érzi, hogy be van oda zárva, hát kinyitja a nem, rajtot, nem, az ajtót, az kimegy. Abszolút értem ennek a pszichológiáját, nem is unalmasnak nevezném a lélegzés sem, hanem monoton, ciklikus. Igen. Szóval... És ezzel mi a baj? Nincs vele baj. Akkor mi a az kérdésen? volt a kérdés, hogy ezáltal lehet fejlődni. Nem. 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 Abban, hogy hiszel abban, amit csinálsz, úgy lehet fejlődni. Hogy jársz az utadon, úgy lehet fejlődni. A monotónia, vagy az állandó változás, mint ellentétpár, ez nem segít rajtad. Ha nem hiszel benne, ne csináld. Ebben a darmateremben sok ezer órát töltöttünk. És fogunk is. Egy darab unalmas perc nincs, egy darab monotónia sincs. Miért nem úgy éljük meg? Mi az, ami téged igazából ébren tart? Mi az, ami örömöt és szenvedést egyaránt tud jelenteni, de valójában ébren tart? Ezt választ. És hogyha nem hiszel abban, amit csinálsz, akkor ne csináld. Vagy ha nem bízol az emberekben, akik körülötted vannak, akkor ne légy velük, találj egy olyan helyet, ahol megbízhatsz bennük, és ők is megbíznak benned. És hogyha nincs okod abban hinni, amit csinálsz, akkor csinálj valami mást, amiben lesz. És ez lesz az utad, és akkor megszűnik ez a dilemma, hogy most monoton vagy változatos, vagy sem. Az a 70-80-90 év, amit itt töltünk ezen a Földön, az monoton vagy változatos? Hát nem attól függ, hogy milyen tartalommal töltöd meg? Attól függ, hogy tudjuk-e, hogy mi a dolgunk. Pontosan. És hogyha tudjuk, hogy mi a dolgunk, az aztán bebetonozott. A olyan monoton. El hiszed? Igen. Há ne hidd el, mert pont akkor szűnik meg a monotónia és ez a gépiesség, amikor tudod, hogy mi a dolgod. Látod, hogy mennyire követed a logikus gondolkodást? Ez katasztrófa. Ez az igazi monotonitás, amikor csak a logika, meg a következetesség, meg ez, meg az. Úgyhogy még több koan interjú, még több paradoxon, csak hogy elkezdenek feljönni benned azok a kis eredeti, jó kis, izgalmas karmák, amitől az élet olyan fűszeres lesz. Jó? Túl fűszeres is volt, szóval ezért inkább ebbe a monotóniába láttam meg a fejlődést. Ha valami fűszeres, megindulás. akkor inkább köretet szolgáljunk föl hozzá, de ne higítsuk föl. Végképp ne. Fűszeres az úgy jó, ahogy van. Tehát hogyha te egy bizonyos életformában hiszel és látod, hogy ez a megfelelő irányba visz, akkor kövesd, Akkor éld azt. És megszűnik az a probléma, hogy ez most monotone vagy sem. Nem merül föl a kérdés? oké? Okay? Azt szeretném, meg a zen egyik alapelvére szeretnék rákérdezni, ha jól értem, az úton mindenki kizárólag a saját tapasztalása, tapasztalata által tud haladni, akkor viszont mi a tudattól tudatig történő átadás? Meghallottam a kérdésed. Köszönöm. Hát, ha... Ezt akartam tudni. A... a jóló már az ostor árnyékára is ugrik. Jó felütést nem is tudnék elképzelni a veszed végére. És a saját tapasztalat és a saját tudat majd szépen változik. Jó? Tehát az nagyon fontos, hogy a te eged az nem kékebb, mint mások ege. A te természeted más buddha természetétől nem különbözik. És akkor a tapasztalat az egy kicsikét lazább lesz. Tiszta, nagyon világos, és megnézed azt, hogy mi az, ami bennünk közös, és átmegy, és mi az, ami itt marad a falak mögött. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, azt, hogy együtt gyakorlunk, és hogy a gyakorlatunk által egy jobb társadalmat és egy jobb világot teremtünk csak azért, mert megpróbáljuk a Magunk minőségeit megtapasztalni, a tudatunk tisztaságán emelni, és ezáltal csökkenteni azt a szenvedést, amely csak a saját téves nézeteinkből, kapcsiságunkból és dühünkből fakad. Ezen az úton mindannyian társak vagyunk. Ezen az úton mindannyian kezdők vagyunk, és csak is a közös erőfeszítés segíthet abban, hogy valaha is ezen a Földön olyan minőségű életet éljünk, ahol a felébredés lehetséges. Köszönöm a figyelmet!